A Vellandi Katolikus templom 1928 óta szolgálja a helyi katolikus közösséget. Most ezt a gyönyörű templomot mutatjuk be. Köszöntőt mond Miskei László plébános. Dicsértessék Jézus Krisztusra! Szeretettel köszöntöm és üdvözlöm a kanadai magyar televízió nézőit. A helyszín Velland, a római katolikus egyházközség temploma, a magyarok nagyasszonya temploma. A nevem Miskei László, az itteni magyarok nagyasszonya templom plébánosa, római katolikus plébánosa. Krisztusban kedves testvéreim! Minden várhat, csak Isten keresése, s az egymás szeretete nem. A nagy szavak nem érnek semmit, elszállnak, mint az őszi szél. De a szeretet, ha tiszta szívből fakad, elkíséri az embert, amíg él. Ha veszél, megtelik a kezed, ha adsz, megtelik a szíved. Az ember egy napon rádöbben arra, hogy az életben igazán semmi sem fontos. Sem a pénz, sem a hatalom, sem az előrejutás, csak az, hogy valaki szeresse őt igazán. Egyházközségünk csoportjai a 2015-ös évben is nagyon szép eredményeket értek el. Ez a szervezet lelkiismeretes és önfeláldozó munka gyümölcse. A Jóisten áldása kísérje továbbra is az oltáreglet, a rózsafüzér társulat, az áldoztatók, felolvasók, oltárdíszítők, minisztrások, énekkarok, a templom termünk fenntartói, anyagi ügyeket intéző bizottság és az egyháztanács áldozatos kitartó munkája. Magam és a Magyarok Nagyasszony Egyházközség nevében hallás szívvel köszönjük a Niagara Falls-i filia vezetőségének és minden kedves hívének a lelki és anyagi segítségét, támogatását. A Jóisten áldása kísérje mindennapi és családi életüket. Hallunk és köszönetünk mindazoknak, akik értelmi és szellemi adottságaikkal és fizikai és anyagi segítségükkel is hozzájárultak egyházközségünk életéhez. Kedves testvéreim, magam és az egyháztanács nevében kívánok számotokra erőt, jó egészséget, békés, boldog, szeretetteljes családi és mindennapi életet.
az új esztendőben is. Szeretettel és tisztelettel magam és az egyháztanács, az oltáridlet és a rózsafüzér társulat nevében is. Minden kedves nézőmnek és testvéremnek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!